Azért hoztuk létre az együttes 2009-ben, hogy a magyar néptánc népzene segítségével erősítsük a gyerekek magyarságtudatát, a magyar kultúrához való tartozásukat. Kezdetek elég nehezen mentek, csoportok szervezése, toborozása. Hát azt tapasztaltuk, hogy a kisgyerekek fogékonyabbak erre, tehát az első, második osztályosok, harmadik, nagyokat már nehezen tudtuk bevonni, gyakorlatilag nem tudtuk bevonni az elején sem, de vannak olyan gyerekeink, akik 10 éve táncolnak, 9-10 éve, 8 éve, és nagyon szeretik a táncot, a csapatot. Közössége szerettünk volna építeni, és úgy gondolom, hogy ez sikerült. Annak ellenére, hogy voltak olyan gyerekek, akik kiváltak a csapatból, vagy külföldre költöztek, vagy a sport győzött esetleg. Rendszeresen gyakorolnak. Úgy láttuk, hogy talán fegyelmezettebbek is kicsit, mint társaik. Megszokták, hogy figyelni kell, fegyelmezetnek kell lenni, ugye a fellépések előtt, alatt. Persze nem egyszerű dolog ez nekik sem, de már ennyi év alatt, akik már régóta csinálják, hogy már úgy látom, hogy rutinosan mozognak a színpadon, már nem is izgulnak talán egyesek. Minden lehetőséget megragadtuk, hogy elvigyük őket, ugye. Nem csak külföldre, az is nagyon jó dolog, ha itthon elmegyünk egy fesztiválra, egy rendezvényre, mert ezek az utazások, ugye, ha valahol már ott alszunk az éjszakai, hát nem bulizás, de szórakozás, mert akkor nem lehet őket ágyba dugni éjfél előtt. Úgyhogy ezek nagyon összekovácsolják a csapatot, és látom, hogy gyerekek szeretnek együtt. Ha nem szeretnének együtt dolgozni, vagy ezeken a próbákon részt venni, akkor talán nem is jártak volna, mert mai fiatalt elég nehéz megfogni ilyen dolgokra rávenni. De úgy látom, hogy ha első osztálytól megszereti a magyar népzenét, népdalokat, táncot, akkor azért a továbbiakban is csinálja.